Kismacskás videót akarok! Álljunk meg, álljunk meg! Néhány dolgot tisztázzunk újfent, mert már megint tisztázni kell. Egy. Ha kommentelsz, sírva könyörgök, a YouTube alá kommentelj, a YouTube videó alá kommentelj, mert különben nem fogjuk megtalálni. Itt keressük már fél órája azt a kommentet, amire szeretnénk válaszolni, de nem találjuk. Második. Ezek a videók vállaltan 3-5 perces videók, ez azt jelenti, hogy ne várj teljes teológiai traktátusokat és hatalmas kifejtéseket, inkább csak feldobunk labdacsokat, gondolatokat, amin el tudsz indulni, adunk ajánlatokat, olvasmányokra, ilyesmi. Használd, menj tovább, gondold tovább, ez nem egy teljes hittanóra, ez csak egy teológiai praliné. Teológiai praliné. Csapassuk is, sziasztok! Hodász András atya vagyok, és ez a 777 videoblogja. Három kérdéssel készültünk nektek a mai estére. Az első kérdés már is egy nagyon komoly témába kalauzol el minket, méghozzá az ördögüzés témájába. A kommentelünk azt kérdezi, hogy van-e ördögüzés, hogy mi a véleménye az egyháznak, illetve nekem erről, és hogy mi a különbség az ördögi megszállottság és a skizofrénia között. Nagyon fontos, hogy az egyház tanítása szerint, és egyébként a Szentírás tanítása szerint is, ilyen alapon aztán szerintem is, létezik ördögi megszállottság, de ez alapvetően különbözik a skizofréniától és minden más pszichés betegségtől. A tünetek lehetnek hasonlóak, de akkor is alapvető különbség van. Éppen ezért, amikor valaki elmegy ördögűzésre, mert hogy az egyháznak van hivatalos ördögűzője itt Budapesten is, ha elmész ördögűzésre, akkor az első kérdése az lesz az ördögűzőnek, hogy van-e papírod pszichiátertől, hogy nem vagy pszichés beteg. Tehát a kérdésed második fele, ami arról szólt, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, nem mi különböztetjük meg alapvetően elsősorban, hanem a pszichiáter írja le azt egy orvosi szakvéleményben, hogy neked nincsen pszichés betegséged, és ezért természetes módon nem magyarázható és nem gyógyítható az, amiben te szenvedsz. Létezik ördögűzés. Most nagyon a te helyzetedre nem reagálnék, mert nem ismerlek, nem tudom pontosan, de alapvetően mondjuk erre fele lehet elindulni. Amit egyébként írtál, hogy imádkoztál és ez segített, az nagyon jó, nagyon fontos, az imádság mind az ördögi megszállottság, mind pedig a pszichés betegségek esetében nagyon sokat tud segíteni. A következő kérdezőnk azt kérdezi, hogy kötelező-e megházasodni, mert hogy a baráti körében mindenki ezzel macerálja. Semmi nem kötelező, hiszen ha kötelező lenne, akkor nem lenne szabad akarat. De az egyháznak és a Szentírásnak is az az alapvető tanítása, hogy az ember közösségre, önátadásra van meghívva. Tehát akkor teljesedünk ki, akkor lehetünk csak teljesen boldogok, és akkor teljesedik ki az életünk, az élethivatásunk, hogyha azt önátadásban éljük meg. Nem véletlen, hogy az egyház azt gondolja, hogy egy embernek két hivatása van, az egyik a házasság, a másik a cölibátus. Tehát vagy egyikre, vagy másikra vagyunk meghívva. Ez a boldogság útja itt a Földön. Úgyhogy inkább az a kérdésem, és akkor visszakérdeznék, hogy mi az, ami miatt nem látod jónak, vagy nem látod szépnek a házasságot. Lehet, hogy ezen a ponton lenne érdemes kutakodni. Hajrá! Az utolsó kérdezőnk mára egy fiatal srác, 13 éves, aki ministrál, és úgy döntött, hogy pap szeretne lenni. Neked innen üzenem, hogy Isten éltessen sokáig, nagyon örülünk neked! De néhány gondolatot engedj meg, hogy adjak neked segítségképpen. Egyrészt, ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó hivatás, mert hogy kérdezted, hogy milyen dolog papnak lenni, nem fogom tudni most elmesélni az egészet, de ez egy fantasztikus dolog és egy csodálatos hivatás. Viszont egy dolgot hadd javasoljak neked, még egy picit türelemmel várj. Nyugodtan adj időt magadnak, ha hivatásod van, akkor nem fogod tudni kiverni a fejedből úgysem. Én is nagyon sokáig agyaltam rajta, majd 10 éven keresztül. Fiam, gyere papnak! Időt kérek! Még nagyon sokat fogsz alakulni, még fel fogsz nőni, még nagyon sokat fogsz látni a világból. Ezt az időt add meg magadnak, és legyen nyitott mindenre. Legyen nyitott arra, hogy az Isten benned a hivatás gondolatát elmélyíti, vagy pedig esetleg küld egy szép lányt és szerelembe esel. Az is nagyon-nagyon szép dolog. Tehát legyél most nagyon nyitott, imádkozz ezzel a hivatással, és néhány évvel később, néhány év múlva meglátjuk, hogy mi a helyzet. Addig is én is imádkozom érted. Isten éltessen! Sziasztok, ennyi fért most a 777 kávé videójába. Imádkozzatok, lájkoljatok, kommenteljetek, még egyszer mondom, a videó alá inkább, és ne a Facebookra, és ne felejtsetek el imádkozni. Sziasztok!